Sziasztok, Marika vagyok. Tejfölös krumpli fog készülni, ahogy sikerül, mert lesz ebben mindenféle. Na, itt egy jó nagy vöröshagymát, jó nagy ökölnyi vöröshagymát, jó apróra vágtam, amennyire tudtam, hát nem annak néz ki, de apróan nagyon. Egy jó ilyen összeállt zsírt, ami nincs elolvadva, jó popos evőkanállal raktam bele, tehát aztán ezt úgy is tudjátok legtöbben, aki nem, az meg így megcsinálhatja. Na, azt ugye megdínsztelem egy kicsit a hagymát. Kettő ekkora, ez kb. Ilyen arasznyi, hát nem tudom mennyire, hát 2-15 centis lecsókolbász lesz hozzá. Ez fagyasztott volt, lehúztam, forró víz alá tartottam, lehúztam a héját, aztán majd meg lesz vagdalva. Elvágom hosszába, meg még hosszába, tudjátok. Így, meg így, és akkor ilyen, mit tudom én, 3-4 millisre, hogy sikerül. A burgonya az 1 kg 20 deka, így fölvagdalva. Oh. Benne a vízbe, a víz nélkül, csak a burgonya annyi. Hát fölvágtam a burgonyát egyszer félbe, meg még egyszer félbe, és akkor ilyen, ez 5-6 milli lehet. Lehet vékonyabbra is, ahogy sikerül. Nekem sem minden egy élet ilyen vastag, valamelyik vastagabb, valamelyik vékonyabb. Na, és akkor ugye a borsóleves gazdagomba, ott mondtam, hogy a verem ki lett ürítve, már romlott nagyon a sárgalép, a zöldség, és véletlenül a burgonyán, ahol tartom a burgonyát, ott maradt egy sárgalép. Hát mondom, ne pazarodj, nem dobok el semmit. Lereszeltem a legapróbb lyukó reszelőn, ezt is berakom. Akkor ugye tejfőre lesz habarva, ez amennyiben van, ez nem lesz elég, majd még szerintem nem lesz elég. De lehet, hogy elég lesz. Ez fele tejfő, amiben van a doboznak a fele, tehát olyan 150-60 gram. És akkor tegnap ugye voltunk vásárolni. Ezt már sokszor mondtam, úgyhogy mindig azt hiszitek, hogy vásárolok minden, hogy a férjemnek mondtam mindig, hogy régebben cipőt kell vennem, cipőt kell vennem. Azt mondja, hogy hányadik cipőt veszed már? Ha, még egyet se vettem, de ugye elmondtam 100 milliószor. Na, ez úgy vagyok most a dolgokkal én is. Minden videóban elmondom, azt hiszitek mindig ez van, vagy az van. Na, voltunk vásárolni, szóval az a lényeg, és akkor vettem gombát, mert hát mondom, én úgy megenném a töltött gombát, aztán csinálok róla videót is, de mivel tejfölös krumpli lesz, azért gombát is rakok bele. Ezt ilyen vékony szeletekre levagdolom, megmostam már, levágtam a végét, jó forró vízzel megmostam, meg így ebbe raktam bele, ugye, hogy nehogy beszívja a víz, úgyhogy csöpögje le róla még az is, ami rajt maradt. Ez a liszt ide nem kell, mert közben valami mást is csinálok, de nem mondom mit, mert akkor azzal jöttök, hogy azt is mutassam már, aztán hú, ki tudja, mikor kerül föl itt, és ezelőtt a videó előtt is van legalább 10 videó. Mindent levideózok, tudjátok. Mindent levideózok, aztán vagy fölkerül, vagy nem. Mikor már felrakom a YouTube-ra, akár értem, hogy nem tetszik nekem, azt akkor letörlöm. Úgy is jártam sokszor. Ugye? Hát úgy is csak szórakozok, nem lehet sehova menni, aztán ki szórakozom itt magam. Na, akkor ezt fölvágom, ahogy mondtam, ott megdínsztelem a hagymát, és akkor majd mutatom a többit. Aztán nem kell ám lecsókolbászat készíteni, jó hozzá a virsli is, szerintem még a parizel is, de a virslit, parizelt azt akkor kell beledobni, amikor totál kész az étel. És akkor ezzel járjátok, és akkor beledobjátok. Nem is tudom, valamelyik videómban van ilyen lehetőség, vagy hát úgy csinálom a virslit, de most nem tudom hirtelen melyikbe. Ja. Valamelyikbe van, hogy melyik ételnél csinálom úgy, elég soknál különben. Ugye a végén, mikor már elzárom a levest, vagy főzeléket, akkor dobom bele a virslit, bableves, vagy valamelyik. Ja. Nem tudom, már nem emlékszek, annyi ételt csinálok, aztán pláne most meg szedtem elő ilyen régi ételeimet az agyamból, hogy
régen hogyan csináltam, aztán közben ugye megnéztem a neten is videókat róla, aztán már a fejemben minden összekeveredett, úgyhogy ebben tudjátok, ebben még mi lenne igen jó paradicsom, mert a tejfölös, azt hittem hozzánk jön a postás, de nem, miért jönne? A tejfölös kuntihoz igen jó a paradicsom. Hát ilyen téli rárakott paradicsomot nem rakok hozzá, már az ugye csak színét fogná, meg ha megkezdem, akkor hűtőbe kell tarolnom, aztán ugye nem olyan nagy a hűtő, múltkor az egyik videómban, azt nem tudom, fölkerült-e már, szerintem igen, vagy töröltem. Abban mondtam, hogy 1,40 a hűtő, de hogy 1,40-es fél el, ahol van a hűtő. Ez most csak ilyen 120 körül is. És ugye mikor jöttek a gyerekek, akkor én nekem kellett még egy hűtőt bekapcsolni, amit már ugye nem használok, mert a gumia tönkre van, és nagyon drágán lehet egy ajtót cserélni. Meg amúgy sem volt ma olyan jó az a hűtő, úgyhogy inkább újat vettünk. De ez már nem tudom hány éves, ez a hűtő, 10-nél lehet, hogy több. Ennek is a gumia tönkre van. Meg kicsi is, úgyhogy majd, ha már nagyon lehet maszkálni, mert most ugye nem lehet, akkor majd nézzünk egy kicsit nagyobb hűtőt, hogy ne kelljen bekapcsolni, hogyha jönnek a gyerekek. Hát most már nagyon várom, hogy jöhessenek, de hát mikor lesz az még? Ugye én ezt az ételt húsvét előtt készítem, hát nem tudom, hogy mikor látjátok, már húsvét előtt szerintem nem. Vagy valamikor húsvét után. Mert elég sok minden van előtte. Úgyhogy majd akkor írjátok oda ehhez a videóhoz, hogy hogy tellett a húsvétotok, meg hogy mentek a gyerekek, akinek van családja. Mert hát mi nem hívjuk a gyerekeket, úgyhogy nekünk olyan húsvétunk lesz, hogy még szerintem húsvéti sonka se lesz. Most reggel arról beszéltünk a férjemmel, hogy még ahhoz sincs kedvünk, hogy ilyet együnk. Úgyhogy nálunk egy ilyen tényleg böjtös húsvét lesz. Na, hát majd megbeszéljük, jó? Majd ha eljön az ideje, ha ez a videó felkerül. Na akkor dinsztelődik a hagyma, most őrölt piros paprikát fogok belerakni, és akkor hozzárakom a burgonyát. Fordítva mondtam, mert én a burgonyát szoktam előbb hozzáadni. Szépen belerakom. Rakok hozzá. Teáskanál kupossal, meg hármat, három teáskanál kupossal. Hát én így szeretem, ilyen, és ez két napra lesz számad az étel, nem egyre, hát nem vagyok bolond, hogy egy napra főzzek. Tudjátok, annyi idő elmegy vele, hogy jövőre hozzáadom ezt a sárgalépet. A sárgalépet nem szoktam már belerakni, úgyhogy remélem nem jön tovább. Nagyon talán nem látszik, mert bár látszani fog, mert ugye, hogyha behabarom, akkor már virítos. Na, és akkor só. Sót, delikátot, igen, félén. Rakunk hozzá. Ezt is kapok egy tettő teáskanállal, szirka, tarikátot is rakok. Hát ez csak egy teáskanálra való. Töményt azt rakok bele.
Nincs itt van örök kömény, most fölírom, mert felejtettem fölírni. Úgyhogy ezzel tekerjük a tekerét. Köményt az ugye a krumplinak a krumpli meg a kömény nagyon szeretik egymást, úgyhogy ezt lehet bőven. Borsot nem rakok bele. Én nagyon kiérzem minden a borsot. Hát esetleg ebből a tarka borsból ebből egyet kettő tekerek. Nem mindenből egy kicsit tudjátok. Ugye kicsit gyűszerődik, azt akkor felengedem vízbe. Hát most a kolbászt is hozzá lehetne rakni, meg a kolbászt azt hozzárakhatom, mert annak jó, ha egy kicsit megkapja. Hát a gombának is, annak is jó, de az majd ha a vízbe lesz talán, aztán por, sőfor. Azt nem tudom, hogy hogyan szoktam, mert szerintem csak beledobom aztán ezt, ami lesz alapon. Egy kicsit így gyűjtelődje minden. Hát ne legyen azért a krumpli, ne menjen szét. Most felöntöm vízzel. Hoppa! Olyan sok vizet rá, jó? Így körülbelül, hát ez nem tudom mennyi lehetett, talán másfél liter. Hát úgy lássátok, hogy úgy ne legyen azért olyan sűrű se, hig sem, mert ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Csak ugye megmutatom, hogy körülbelül hogyan lehet elkészíteni aztán. Körülbelül így jó is lesz. Ez a víz lehet, hogy hozzámegy, lehet, hogy nem. Még kiderül. Jó, és akkor megvárjuk, még fölfor. Ez a fedő egy kicsit kicsi rá, de erre alumínium fedő van, azt nem szeretitek, úgyhogy rá se rakom. Elkezdett forni. Most hozzáöntöm a gombát. Hát most ezt hamar megfőlem. A burgonya is, meg a krumpli, vagy hát a burgonya is, meg a gomba is, ezt a hamarhatom is be. Ez a tejfölös pohár, ugye 330 g-os. Ebben rakok egy evőkanál, pupos evőkanál lisztet. Nem keményítőt rakok, mert én a keményítőt nem ismerem, én csak akkor rakok keményítőt, ha egy véletlenül egy olyan receptet készítek el, ahol ugye mondják, hogy keményítő ennyi meg annyi. Mert ugye nem ismerem abszolút. Nem csinálok hőkiegyenlítést, hanem zsupsz, beleborítom, és már keverem is el. Ha egy kicsit csomós lenne, akkor majd szétmegy, mert még ugye ezt egyszer fel kell forralni. Ugye egy kis vízlet kiöblítem, nem sok marad benn. Hát a paradicsom hiányzik belőle, de mondom, nem fogom megkezdeni a paradicsomot. Hát még lehet, hogy ketchup is jó lenne bele, de aztán ki nem próbálom, mert hát ha eltolom. Ja, egy fél literes üveg paradicsomot nem kezdek meg ezért, mert ugye nincs is sok, tavaly nem raktam el, ez még mind tavaly előtti, ami van, és porolnom kell vele. Ez idén rakok el. Ha lesz, ugye, hát minden előfordulhat, most is milyen hideg van reggelente, aztán már hányadika van? 6, 7, 8, 7, 7-e, igen.
Hónap lesz 8-a. Ja. Fölforrasztak, kész is. Finom íze van különben, de mondom, a paradicsomot hiányolom, úgyhogy ha van otthon paradicsomotok, húzzátok le a héját, aztán jó apróra vagdaljátok össze, nagyon-nagyon apróra, és akkor rakjátok bele. Mert az nagyon jó ízt ad neki, ahogy a gomba, meg a paradicsom, az igen jó a tejfölös krumpliba, És hogyha virslivel csináljátok, akkor viszont, vagy parizát nem ajánlok, azért nem, hiába mondtam az elején. Ha virslivel csináljátok, akkor ilyenkor dobjátok bele, amikor fölforr mindjárt rendesen, és akkor elzárjátok, és beledobjátok, belekeveritek, hogy tudjátok, az ne hízzon meg. És akkor az a hőtől megfül, de nem fog szét olyan nagyra megnőni, mindikor amúgy főzitek, tudod, a vés, vagy tudjátok a vésrit, amikor úgy vesztek, azt a külön megfőzitek. Vár most már olyan vésrik vannak, hogy a tasakjába főzik. Szépen formál, úgyhogy jó állaga van a lének is. Ezek a fehérek nem a lisztám, hanem a gomba így virít a tetején, és azt hittem, hogy hú, mondom, és nem összeugrott a... Hajtogatnom kell a tésztát. Hát én ezt el is zárom, ennyi elég, fölforrott. Az íze finom. Hát valahogy így, nagyjából leírom a videó alá, hogy hogyan készül, de mondom, ne ragaszkodjatok annyira semmihez, el lehet térni, csak ez egy ötlet, hogy ugye azt mutatom, ahogy én csinálom, ahogy én készítem, ez csak egy ötlet. Ez ilyen pikpak étel, ha bár én nekem most 2 óráig tartott, mert itt neki készülni, hogy lássátok, nem itt fölött a vagdol, esetleg a burgonyát, meg a hagymát, meg ilyenek, hanem hogy tudjam mutatni is. Na, hát mondjuk a burgonyát sose vagdaltam fölötte, mert ugye az vízbe kell áztatni, azért egy kicsit a keményítő menjen ki. Jó, van majd a postolóval jövök, de lényegtelen. Na, akkor megkóstolom. Én szeretem, ha kóstolgatnak a videóba, akik elkészítik az ételt, úgyhogy én is megkóstolom, mert az embernek még a hangján is hallani, hogy most igazat mond, vagy nem. Hát a leve az ízletes. Uh-huh. Neked a... Nekem bejön az. Jó, a krumplit nem kóstolom meg, mert itt nem akarok sziszegni. Jó forró. Finom kovászos kenyér. Mondjuk kenyeret van, aki nem eszik hozzá, de mi eszünk. Erről nincs videó, de ugyanolyan, mint a többi kovászos kenyerem, amik legutóján készülnek. Hát, hogyha megtetszett ez a videó, akkor készítsétek el, és jóra írjátok majd a videó alá, hogy ti hogyan készítitek, mert azt mindig odaírjátok. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Hogyha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!